Mozgalmas januárt hagyott maga mögött a nyíregyházi csapat, 6-ától kezdve 27-ével bezárólag 7 meccset játszott Siska János együttese. Ami ennél is fontosabb, 7 győztes meccset, igaz az utolsó, NK a Pécs elleni találkozó nem sok hiányzott ahhoz, hogy megszakadjon a győzelmi sorozat. A cápák az utolsó percben tetemes hátrányt ledolgozva, Mokánszky Máté hármasával döntetlenre mentették a mérkőzést, majd az 5 perc ráadásban 104-98-ra maguk javára fordították a találkozót. A Pécs csapata nagyon jól kezdte a mérkőzést, dinamikus, fiatal csapat, tudtuk, hogy nagyon magas intenzitással fognak játszani. Mi egy picit belealudtunk a meccs elejébe, igazából az első fél idő az nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Ezek a pécsiek nagyon nagy elánnal játszottak, extrákat dobtak, de úgy gondolom, hogy vagyunk már olyan rutinosak egy pályán a csapatban, hogy ezt tudtuk kezelni, és egy nagy hajrával vissza tudtuk hozni a mérkőzést, és meg is nyertük. A sűrű januárt egy szabad hétvégével zárták a játékosok, így hosszú idő után jutott némi idejük a pihenésre és a regenerálódásra. Nagyon ráfért már fiúkra, hiszen 7 mérkőzés játszottunk január hónapban, utaztunk több mint 3000 kilométert, úgyhogy jó volt ez a kis pihenő a hétvégén a fiúknak. Az volt a célunk január elején, hogy a bajnokságban ne veszítsünk mérkőzést, illetve bejussunk a Hepkupa döntőjébe. Ez sikerült, úgy gondolom, hogy jó január van mögöttünk. Pénteken rangadó vár a cápákra, mivel a tabella harmadik helyén álló Veszprém érkezik a Continental Arénába. A Veszprém most már harmadik helyen áll a bajnokságban, szépen gyűjt a győzelmeket. Hullámzó a teljesítményük, idegenben nem mindig úgy játszanak, mint hazai pályán. Mindenképpen kemény mérkőzésre számítok, de hazai pályán nyerni szeretnénk. A Nyíregyháza Veszprém zárt kapus mérkőzés pénteken 17 órakor kezdődik, a Kölcsei Televízió nézői pedig szombaton 20 óra 30-tól láthatják az összecsapást. A 19. forduló további párosítása a következő: MTK Elit Basket Meavs Miskolc, NK a Pécs Nagykőrös, MASZ TF Budapest, Salgó-Tarján Budapesti Honvéd, Vasas Akadémia PVSK 2 és BKG Prima Akadémia Baja.